Programdús ifjúsági nappal debütált Kiskörén a nemrég alakult Mozdulj Kiskörő Egyesület. Ahogy Bódi Máté elnök felvázolta, 30 taggal kezdték meg a tevékenységüket. Céljuk a közösségépítés, Kiskörő jó hírnevének terjesztése és programok szervezése korosztályok számára. Több naposra szeretnénk kialakítani ezt az ifjúsági napot, de a mainak a szórakozása célja az, hogy mindenki őrzze magát, és ez a kis mag, ami itt most kialakul, együtt legyen is. Barátságok szövődjenek, új ismerősöket találjunk. Darts, ügyességi játékok, Tiszatavi és Kiskörőik víz és hal típus felismerés. Egy 13 állomásból álló csapatvetélkedő volt a napgerinc foglalkozása, amelyet az egyébként a rendezvényre különböző hungarikum kirakókkal, alkotósarokkal kiterepült Nemzeti Művöldési Intézet csapata nyert meg. A csapatverseny után pedig eljött a csapatás ideje. Az Intim Torna illegál élő koncertje mellett a Kovalszki meg a Vega lépett fel. Mivel Kováék gyakran énekelnek a szeretetről és a békéről, arról is megkérdeztük őket, mit gondolnak az Európát sújtó újfajta békétlenségről, amelyet sokak szerint a migráns áradat hoz magával. Az egyénekben van jelen ez a felfordulás, vagy ez a káosz, mondjuk úgy, ez a békétlenség. Ebből fakadóan nyilván a társadalomban is megjelenik. Az, hogy tömegesen sok egyénben van jelen az elégedetlenség, sőt, már azon túllépve az agresszió is, az szerintem megint csak egy korkép, de hát, hogyha végignézünk a történelmen, én azt gondolom, hogy ez nem egy újszerű dolog, talán a mi nemzedékünknek újszerű földanyaölén, legalábbis Európában. Kovalszki szerint tehát a történelem nem szolgál különösebb meglepetéssel, csak annyiban új a helyzet, hogy épp a mi térségünket éri el a krízis. A zenekar egyébként áprilisban megjelent új lemezének dalaival turnézik éppen, amely tripla platina lemez lett. A közönség felül érkező visszajelzések szerint Kiskörén is jó volt a fogadtatása.